Sziasztok állatbarátok! Ez a Pórász következő adása. Az előző adásban bemutattuk az állatvédelem és az állatmentés különböző területein dolgozók munkáját, és ma még ugyanúgy ezen a területen fogunk egy kicsit mozogni. Ma olyan emberrel fogunk beszélgetni, aki a neten segít. Mai vendégem Benkő Judit, aki egy netes segítő. Üdvözöllek nagy szeretettel, szervusz! Szervusztok, köszönöm, hogy megkerestetek! Kezdjük rögtön azzal, hogy mi is a netes segítők munkájának a lényege? Mit is csináltok tulajdonképpen ti ott a neten? Van egy elveszett talált állatok csoport, ahova összegyűjtjük az összes Facebookon fönt lévő elveszett és talált kutyát, macskát, papagájt, bármilyen állatot, és nyilván tartjuk a Netboard fórumon, ahol kap egy számot, és épp ma néztem meg, hogy 2006 óta vissza lehet követni, hogy milyen állatok voltak elvesztve, megtalálva, és sajnos akiket soha nem találtak meg. Milyen oldalak ezek, amiket néztek? Csak a Netboard és a Facebook, ami előtérbe kerül? A Netboard és a Facebook, mert most egyelőre más oldalon nem találunk elveszett kutyákat, macskákat. Érthető, hogy az elkóborolt, illetve megtalált kutyusok és cicusok, azok nagyon-nagyon sokan vannak, és hát ez rengeteg oldalon felelhető. Ugye van, aki csak a saját oldalára teszi föl, van, amikor egy egyesület osztja meg. Ti hogy juttok ehhez az információhoz? Ezt folyamatosan nézitek ezeket az oldalakat? Igen, vagy hogy van? Folyamatosan nézzük. 35.700 tagja van a csoportnak. Ma néztem meg, és mindenki, aki talál, elveszett, talált állatot, azt fölrakja a csoportba. Korábban nagyon sok oldalt követnek. Korábban a Noésoknak volt egy ilyen táblázata, ugye, amiben bizony beírták az elveszett kutyákat, vagy a megtalált kutyusokat. Nálatok is van ilyen? Vagy csak visszanézitek? Nálunk csak a Netboard csoport van. Én ismerem a Noésoknak az ex táblázatát, az nagyon-nagyon jó volt, és nagyon hasznos, de annak a készítése az egy teljes embert vesz igénybe, mert ott régiók, kutyafajták és megtalálás időpontja szerint voltak nyilvántartva az állatok, úgyhogy nagyon könnyen vissza lehetett keresni, hogy bizonyos kutya, amit valahol elvesztettek és valahol megtaláltak, hogy ugyanaz-e. Ezt a csoportot, ezt egyedül viszed, vagy vannak segítőid? Nem, vannak segítőim, azt hiszem, hogy öten vagyunk adminisztrátorok, de a Szigeti Károlynéval ketten visszük ugye a csoportot lényegében. Tehát akkor tulajdonképpen az első vonalban dolgozó állatmentők munkáját is tudod segíteni, hiszen hogyha találnak esetleg egy kutyust, akkor te rögtön tudsz rá reagálni, hogy hoppá, hát ezt keresik is. Ilyenkor te jelzed, vagy ők keresnek meg a csoporton belül, hogy hát, mi történik? Nagyon sokféle módja van, hogyha minden este föltesszük a kutyákat a Netboardra, azért, mert a Facebookon egyszerűen nincs lehetőség arra, hogy visszakeressünk hónapokra, vagy esetleg évekre, mert sokszor nagyon régen elveszett kutyákat is megtalálnak, és ezért a Facebookon föltesszük, utána áttesszük a Netboardra, és ott van egy nyilvántartási száma, ami fölkerül a Facebookra is, és így mindig képpel együtt vissza tudjuk keresni, hogy melyik kutyáról volt szó, mert sajnos nagyon sokan letörlik a talált kutyát, hogy elajándékozzák, megtalálják a gazdáját, vagy pedig egész egyszerűen egy fajta tiszta kutyáról lévén szó, más módját találják a kutya elhelyezésének, ezt sajnos nem tudjuk. Tehát úgy érted, hogy nem az eredeti gazdájához kerül vissza. Igen, mondjuk főleg ilyen kis fajtiszta, mint a bison, a csivava, stb. Hát nagyon sokszor másnap lekerül a poszt, amiről feltételezzük, hogy nem az igazi gazdájához került vissza, ha már nem volt benne csip, és nem volt benne semmilyen azonosító, úgyhogy hát sajnos ezt, ha megkerül a gazdája, akkor mindig meg szoktuk adni a profilját annak az illetőnek, aki annak idején föltette a kutyát. Most, ha már mondtad a csippet, hogyha nincsen csipp a kutyusban, akkor szerinted mekkora az esélye így a netes segítő csoportokon keresztül, hogy hazajusson egy kutya? Hát, ha a gazdája felismeri esetleg, akkor nagy esélye van. Ha esetleg valamelyik csipszám nem jó, akkor meg tudják nézni a PetVet datában, hogy előtte vagy utána van-e hasonló csipszám,
és akkor esetleg azt az állatorvost meg lehet keresni, aki annak idején csippezte. Sajnos nagyon sokszor van, hogy az állatorvosok nem regisztrálják a nála csippezett kutyákat, így a kutyának esélye sincs hazamenni. Hát vagy nem javítják ki ugye maguk a tulajdonosok, hogyha megváltoznak az adataik. Igen, elajándékozzák a kutyát, azt se tudják, hogy kinek ajándékozták el. Hát ilyen is előfordul. De akkor hogy látod, az internet mennyiben segíti ezeknek a jószágoknak a hazakerülését? Hát nagyon segíti, mert a gyepmesteri telepekre, az állatvédő egyesületekhez felkerülő, vagy bekerülő minden kutyát meg lehet találni így az elveszett talált oldalon. Értem. És te hogy lettél netes segítő? Ez hogy kezdődött nálad? Nekem már, én nem is tudom, talán 25 évvel először a Szentendrei Árvácskában voltam önkéntes. Aztán elkezdtem csinálni az IVI-ben a állatkereső csoportot, és utána elkezdtük csinálni a Facebookon. Van ennek a munkának valami feltétele? Kell hozzá valami végzettség, előképzettség akár? A világon semmi, csupán idő kell, és az, hogy az ember szeresse az állatokat, és megszakadjon a szíve, amikor látja azt a kutyát lefényképezve, ahogy ott áll valamelyik hatalmas, forgalmas út közepén. Szóval... Ez önkéntes munka, ugye? Tehát ez önkéntes munka természetesen, igen. És mi a legfontosabb, a gyorsaság vagy a pontosság? Hát mind a kettő fontos. Az adott napon felkerülő kutyák mindegyike aznap fölkerül a netboardra, és a Facebookos csoportból viszont továbbosztják mindenfajta kutyának, ami mondjuk fajta tiszta, megvan a saját elveszett talált oldala, és a kolléganőm a Szigetinél mindig átteszi azokba a csoportokba, amilyen fajta kutya. Hát ezt a keverék kutyáknál sajnos nem lehet megtenni, mert azokból nagyon-nagyon sokféle van. Tehát akkor többféle csoportban is összeraktok kutyákat? Persze, persze. Akkor a fajta szerint rendezitek, ugye? Tehát hát hogy van valami más dolog is, ami szerint lehet rendezni őket? Hát mondjuk lehetne rendezni az ország megyéi szerint is, mert ugye egyik megyéből nehezebben megy át a másikba, de hát ezt két ember mondjuk nem tudja csinálni, mert ehhez egy egész apparátus kéne. Még azt az egyet mondjuk el, hogyha valaki mondjuk talál, vagy elveszít egy kutyát, vagy macskát, akármit. Tehát mik azok a legfontosabb dolgok, amiket bele kell írnia egy posztba ahhoz, hogy valahol megtaláljuk egy másik posztba ugyanezeket a paramétereket? Hát először is kell egy fénykép a kutyáról, lehetőleg egy jó fénykép, ahol föl lehet ismerni a kutyát előről, hátulról. A másik, hogy meg kéne nézni, hogy van-e csipje. Mondjuk a csipnézés most már a molkutakkal viszonylag egyszerűbb. Föl kell tenni, hogy ki találta, hol találta, mikor találta, és a telefonszámát, akár elvesztő, akár megtaláló, mert nagyon sokszor semmit nem írnak oda, se azt, hogy hol találták, se azt, hogy ki találta, és így nagyon-nagyon nehéz esetleges utána keresés. Igen, és hát az elvesztésnél is ugye nagyon fontos, hogy legalább azt írjuk fel, hogy melyik városba vesztettük el, mert amikor egy ilyen posztot olvasok, hogy kiszaladt a kertből barna pici kutya a Kossuth utcából, tehát ez gyakorlatilag az országban bárhol lehet, szerintem minden faluban, minden városban. Igen, és akkor utca. Oda szoktuk írni, hogy hol van a kert, mert ugye ebből nem derül ki. Igen. És nagyon sok kutya sajnos nincs csippezve, dacára annak, hogy már sok év óta kötelező a csip. Igen, és hát hogyha mondjuk az elveszett kutyáról olyanokat írunk föl, ami mondjuk egyrészt, hogy mihez hasonlít, tehát hogy kistermetű, nagytermetű, hogy milyen színű, hogy van-e valami olyan hibája, ami látható, nem tudom én. Igen. Leszakadt az egyik füle, segít. Vagy hiányzik az egyik foga, vagy valami ilyesmi. Tehát én már kaptam például olyan hívást, amikor nálunk is egy-két kutyát így megtaláltunk, és amikor föltettem a Facebookra, rögtön jelentkezett el valaki, hogy 3 hónapja keresi ezt a jószágot, de nem tudja, hogy biztos az-e, nézzem meg, mert ugye a kutya felső szemfoga le volt törve. Hát, hogy nyúljak be a szájába. Na most ez a kutya egy ilyen kis asztal méretű jószág volt, hát természetesen nem nyúltam be a szájába, de mondjuk azért megpróbáltam valahogy megnézni ugye a jutalomfalattal ilyesmivel, és szerencsére megismerte a gazdáját, úgyhogy minden rendben volt.
De hát úgy vélem, hogy az internetes segítés az egy nagyon-nagyon fontos része az állatmentésnek, hiszen olyan kapcsolatokat raktok össze, olyan információkkal kötitek össze a megtalálókat és az elvesztőket, ami életfontosságú egy kutya számára, hiszen ha nem lenne az internet, és nem lennétek ti, akik ezt a munkát végzitek, gyakorlatilag sokkal-sokkal nehezebb lenne bármelyik kutyát is hazajuttatni. Nagyon sok csoport dolgozik fenn az interneten, nagyon sok ilyen elveszett, talált csoport van különböző nevek alatt, és van egy Ments Meg csoport, aki elkészíti az elveszett vagy talált kutyának azonnal a plakátját. Uh-huh. Igen, tehát hogyha valaki szeretne hozzátok hasonlóan segíteni, akkor mindenképpen nézzen utána, hogy ez hogy működik. Tehát szerintem a legegyszerűbb, hogyha ezekbe a csoportokba bekapcsolódik, megfigyeli azt, hogy ez a munka hogy megy, de azt is tegyük hozzá, hogy az internet a mai világában egy megosztás iszonyat sokat ér. Mert elképzelhető, hogy valaki csak a saját oldalára teszi fel, hogy elveszett a kutyája vagy a macskája, de a tapasztalataim szerint azt egy napon belül iszonyat sokan osztják tovább. És ez a továbbosztás, ez eljuthat odáig, hogy aki majd megtalálja azt a jószágot, ahhoz eljut. Lehet, hogy nem közvetlenül én általam, vagy te általad, lehet, hogy a 38. vagy 42. megosztásnál, de ugye volt már rá nem egy példa, hogy úgy került haza egy kutya szinte napok alatt, vagy órák alatt, hogy így interneten keresztül osztogatták ugye nagyon sokan, vagy emlékezetes ugye az a pici csikó, amit elloptak, és azt Igen. is szinte napok alatt találták meg, hiszen akkora visszhangja volt, és annyian osztották, úgyhogy egy megosztással is rengeteget segíthetünk, és hát ugye itt a megosztásoknak a pontossága és fontossága azért oda kell arra figyelni, hogy mikor született az a poszt. Tehát én még a mai napig is találkozom olyanokkal, ami 5 évvel ezelőtti poszt, és már réges-rég hazament a kutya, de még mindig osztják. Tehát érdemes megnézni, és az eredeti posztot továbbosztani, nem a 87. Kimásoltat, mert úgy nem látszik, hogy tehát aki megtalálja, vagy hazajut a kutyus, akkor oda fogják írni, hogy megtaláltuk, hazament. Tehát akkor muszáj. Nem írják oda. Tessék? Az a baj, hogy sokan nem írják oda, hanem azt az egyszerű módját választják, hogy letörlik a posztot. Igen. Hát ez a rosszabbik változat, de bízunk abban, hogy ebben is fejlődik majd az internet, és az emberek rá fognak jönni arra, hogy ennek is van egy kultúrája, amit be kéne tartani, hiszen a ti munkátok az gyakorlatilag véget érhetetlen lesz, hogyha nem jelzik vissza azt, hogy megvan az az állat, illetve haza is ment ez az állat. Úgyhogy aki szeretne segíteni az interneten, Juditékhoz hasonlóan, az tegyen érte lépéseket, figyelje a posztokat, figyelje a megtalált, illetve a kereső posztokat, próbálja meg őket összekötni, próbáljon meg becsatlakozni ezekbe a csoportokba, mert nagyon sokszor már előfordul az, hogy egy-egy keresett állatnál akár napokkal később is még jönnek alá a posztok, hogy de ez az, és közben a kutyus már régen otthon van, úgyhogy ezeket érdemes utána járni, érdemes az információkat megosztani, hiszen ez nagyon-nagyon nagy segítség az állat védelembe. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Benkő Juditnak a beszélgetést, köszönöm, hogy megmutatta nekünk, hogy hogy lehet akár otthonról segíteni az állatvédelembe, tehát nem kell mindenkinek térdig sátba menteni a kutyákat, ez is egy nagyon-nagyon fontos munka. Igen, én is köszönöm szépen, és remélem, hogy minél kevesebb dolgunk lesz esténként a kutyák, macskák feltevésével, mert szilveszterkor például 7 nappal látéve jönnek az elvesztésekről a posztok. Igen. Hát reméljük, hogy ez változik a jövőben. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer az interjút. Nektek köszönöm, hogy néztetek minket. Sziasztok! Köszönöm.